Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna, és a mai videóban a legérdekesebb Dr. Strange 2 teóriákat hoztam el nektek. Már a Wanda után megjelentek azok a plegykák, miszerint Vanda lehet a második Strange film főgonosa, Ezt a második nagy előzetes nem, hogy megcáfolta, hanem inkább megerősítette, és további tévészpotok után is szerintem egyre jobban kezd összeállni a kép. Szóval ez a teória valóban igaz lehet, az, hogy miért lehet majd gonosz, arról igazából Vanda már félig beszélt, ugyanis a második előzetesben strange azt mondja, hogy te megszeketed a szabályokat, te hős leszel, én megszegem azokat, akkor gonosz leszek. Valószínűleg Vanda miközben a gyerekeit próbálja megtalálni valami lyukat csinál a időben, amiben végül beleőrül, szóval kíváncsi vagyok, hova fog kifutni ez az egész ez a teória picit kapcsolódik az előzőhöz, ugyanis miért ölné meg Vanda Tobit, hanem azért, mert esetleg rossz érzelmek irányítják. Az, hogy ennek mekkora esélye lehet, azt még egyelőre nem tudni, már a No Way Home előtt is voltak ilyen teóriák, hogyha Tobi feltűnik, akkor azonnal ki is nyírják, Nos, ez a teória egyébként nem áll messze a valóságtól, ugyanis hát Tobi tényleg benne volt a filmben, valamint hát közel is voltunk ahhoz, hogy meg is halljon, azonban szerencsére Goblin leszúrása nem volt végzetes, de szerintem minden pókember rajongó egy pillanatra megijedt, hogy ez most komoly szerencsére túlélte, és így esélyes, hogy feltűnjön a filmben, már csak azért is, mert Sam Raimi rendezi a filmet, arra, hogy meg fog halni Tobi, főleg Vanda miatt kevés esélyt adok, már csak a játékütő miatt is, de meglátjuk. Ugye az már hivatalos, hogy az X-Menek elő vagy utóbb részesei lesznek az MCU-nak, ugyanis az X-Menek már három éve a marvel vannak, és most itt egy remek alkalom lenne behozni őket az MCU-ba, és nem is feltétlenül az eddig látott X-Men Univerzumot, hanem egy teljesen másik világból jönnének át az X-Menek. Igazából szerintem ennek a teóriának van a realitása, nem úgy, mint az előzőnek, szóval én reménykedem, és mondom még egyszer, hogy nem az eddig ismert Foxos X-Men Univerzumot kell elképzelni, hogy azt hozzák át, és azt folytatják hanem egy teljesen új X-Men univerzumot, amit még eddig nem láttunk. Miután kiderült, hogy a film össze is csak kettő órás lesz, azonnal jöttek azok a teóriák fújogosan, hogy akkor ez a film igazából valaminek az első része, Dávid ezzel kapcsolatban csinált egy videót, ajánlom megnézni. Bár most itt nem is feltétlenül a cselekményről, de magáról a szereplőkről lesz most szó, ugyanis az is biztos, hogy eddig nem látott visszatérések és meglepetések lesznek a filmben. Az, hogy milyen kameók lehetnek vagy benne, azt egy hosszabb videóban már elmondtam, azonban így röviden, Xavier, Toby Pók embere, Deadpool, az egész X-Men gyakorlatilag, Peggy Carter, mint Amerika kapitány, Rémálom, Vasember, mint Tom Cruise, és Wolverine is benne lehet még Daniel Radcliffe kíséretében, szóval meglepetésekből valószínűleg nem fog gyengékedni a film. Minden ezek lettek volna a legdurvább, a leginkább elhangzott és talán a legtöbb valósággal rendelkező teóriák. Ezt a kiköszönést egy héttel a videó hangjának felvétele után veszem fel. Amikor ez a videóban készülőbe volt, még a kiszivárgott sztori nem volt jelen az interneten. Erről bővebben kifejtettem a véleményem egy poszt kísérletében. Ha szeretnétek, olvassátok el. Most viszont köszönöm a figyelmet. Picivel több is egy hét múlva jön a Dr. Strange 2 az őrület multiverzumában. Megpróbálok addig, összehozni valami videót, de könnyen lehet, hogy ez csak a film után fog összejönni. Utána viszont teóriákkal, kritikával és egy hosszú podcast tal fog majd ér jönni a csatornára, szóval jó lesz itt minden. És júniusban meg jön a Pókember karanténban, először moziban, rá pár napra pedig Youtube-ra. Szóval akik már jelenkeztek, azok már elkezdhetik lefoglalni a helyüket a filmre, link a leírásba. Most viszont köszönöm a figyelmet, sziasztok! Right.